Felhívjuk kedves nézőink figyelmét, hogy a most látható műsor kulturális sokkot és utazási rohamokat okozhat, ezért megtekintését minden korosztálynak ajánljuk. Sziasztok! Nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket! 2023. június 30-a van, a helyszín pedig egyenlőre Debrecen. Ez a megindulás sose egyszerű, ahogy láthattátok. Most először is megyek a nagy állomásra, felszállunk a vonatra és elmegyünk vele Budapestre. És majd Budapesten elmesélem, hogy onnan hova megyünk tovább. Mondhatnám azt, hogy egy 2,5 napos túra veszi a kezdetét, hiszen péntek van, és vasárnap estére fogok hazajönni. De ez tulajdonképpen nem teljesen igaz, mert már mindjárt 1 óra, és 1:07 indul a vonatom, vasárnap pedig délután 2:30 fog. Szóval igazából ez nettóban inkább 2 nap. A tematika pedig az, hogy Budapesten leszállok a vonatról, ott megkeresem a híres nevezetes Bubát, ki fogom próbálni, elmegyek egész a Balatonig. Nem egy Balatonkör lesz, hanem a Balaton felvidéket fogom megcélozni, és egészen Fonyódig tervezem az utat, és onnan fogok hazajönni. Ez a terv szokásosan bonyolítja a dolgot, hogy holnap, ez a szombaton idegfront várható. Az én kedves nézőim azonnal meg is állítanák a filmet, ha azzal folytatnám a mondókámat, hogy le van foglalva a wellness szálloda. Természetesen nem, természetesen fogalmam sincs, hogy hol fogok aludni, és tudom, hogy ezért is tartotok velem. A túrának nem csak sportértéke, hanem turisztikai értéke is lesz, ugyanis a Balaton felvidék szebb, látványosabb és kevésbé frekventáltabb helyeit szeretném felkeresni, és hogy említettem, mindezt megnehezíti majd az, hogy holnap, az a szombaton jön egy kis idegfront, esővel is remélem nem lesz túl nagy, mert vasárnap kora délután meg kell szakítsam a túrát és haza kell jönni, hiszen hétfőn munkanap van.
Hát, amint láttátok, nem volt egy egyszerű átvergődni Budapesten. Egyébként mindjárt 5 óra 10 perc múlt, hogy mi most fogok csak elindulni. Késett nagyon sokat a vonat, de nem sietünk sehova, úgyhogy elvileg ettől a ponttól fogok elindulni majd valamerre, amerre visz a navigáció. Rengeteget dolgoztam Budapesten, amíg a színházal voltam. 10 éven keresztül rendszeresen jártunk, de egész egyszerűen az a nagyon érdekes dolog, hogy amikor így a vonaton punyad az ember, és egyszer csak kiesik abba nem 100, hanem 200%-os pörgésbe, hát nagyon fura, hogy kellett idő, amíg magamhoz térek, meg a forgalom miatt is. Viszont azt kell mondjam, hogy megint ilyen kellemes csalódás, mert ilyen baromi jó minőségi utak vannak, még nagyon, nagyon átláthatóan lehet közlekedni. Akkor megvan az útvonalom, és a Szent Gellért tértől fogom kezdeni. Aztán, hogyha látok valami erre utaló táblát, akkor azt majd mindenképp mondom. Ugyanis az van, hogy nekem a Garmin az tervezett egy trekket, és valószínűleg ez lesz a Budapest-Balaton kerékpár útvonal. De azért most úgy teszek, mintha nem lenne navigációm, és megpróbálok a táblák alapján tájékozódni. Bartók Béla úton jövök már, vagy 5 perc, de ígérem, hogyha kérek innen Budapestre egy picit csendesebb, elhagyatottabb része, akkor beszédesebb leszek. És mondok még egy pár dolgot ezzel a hétvégével kapcsolatban. Csak most itt kikerüljük az autót. Hopp! Az. Volt egy balesetem tavaly, és azóta mindig félek centizgetni. Akkor az Ösvény utcára kellett fölkanyarodni először is balra. Ez volt az első komoly irány. És hát azért kezdem elhagyni Budapestet, ez látszik a forgalmon. Gyönyörű belvároson. Hogy ez egy kintebbi rész, itt már enyhébb a forgalom. Viszont végig itt ilyen felfestett ringasáv van, ami baromi jó. Tehát, hogy ugye én vidéki vagyok, debreceni vagyok, és körülbelül egy fél percbe tellett, hogy megszokjam. És hogy nagyon jól lehet menni rajta. Nekem ez fantasztikus feeling. Most pedig már itt az Etele úton, kicsit itt cikcakkoztam, volt itt valami nagy plázaszerűség, azt nem tudom, nem láttam kiírva, hogy az mi. Ez a lényeg, hogy most itt az Etele úton végig egyenesen hagyom el Budapestet. Itt azért már most megint van egy kis sűrűje. Itt átjöttem valami alagúton, ez itt a Méhész utca. Illetve a Méhész utca lesz a következő, mindjárt 200 méter múlva. Itt a Kővirágsor utca sarkán láttam meg az első ilyen táblát. Persze ez nem jelenti azt, hogy ez az első, csak nekem most szúrtam ki az előbb. Ilyen, jövök itt ilyen árkon, bokron keresztül. Na mindegy, az a lényeg, hogy akkor tényleg jó irányba jövök. Ja, kinézünk. Ez egy ilyen autókereskedés, mondjuk magamtól sose kanyarodtam volna itt le. De egyébként direkt ez volt a terv, hogy jutok, ameddig jutok egyébként. Hát ugye elég sokáig van most világos, így június végén. Holnap meg már július van, de hogy nem akarok ma letekerni a Balatonra semmiképpen sem, hanem úgy Fehérvár előtt gondoltam arra, hogy ott valahol majd nézek valamit, és akkor itt a másik, itt a Méhész utcánál, így van itt erre. Szóval ugye nagyon kényelmesre veszem, független attól, hogy az edzés is lenne, de picit hajlok inkább a pihentető kerékpározásra, értitek? Meghoztam sátrat, és nem tudom, hogy hol lesz az este. Ez benne a legjobb, és hogy holnap hol lesz az este, azt meg pláne nem tudom, de mindig vannak terveim, aztán úgyis majd legjobban alakul minden.
a honfoglalás út, és itt egy csomó roller van, de a lényeg az, hogy találtam egy kutat, úgyhogy mivel jó meleg van, ezért föltankolok. Ez a baj ennek az összeállításnak, hogy nem sok folyadékot tudok vinni, mert ugye ebben van a kamera. Úgyhogy van itt nálam két kicsi, meg vettem egy üveg vizet, de ezeket most színültig tölteni, és akkor megyek tovább abba az irányba. És onnan a kanyar után be kellett jöjjek itt a Zsák utcába, és akkor majd itt erre menni kell megint tovább. Egyre jobb helyeken jövök. De előbb azért nagyon-nagyon szép ilyen nyugodt kertváros részben voltam, itt meg már nagyon épül a haza. Valószínűleg azért itt nem 13 millió lesz egy lakás. És közben bevallom nektek, hogy fogalmam nincs, hogy hol vagyok. Konkrétan Ösvény utca, ennyit tudok. De egy mást, másra semmit. Ez amikor remélem minden az út nem fog elfogyni alólam. Ott hátul a Susnyán átjöttem itt egy ilyen lakótelepre. Tényleg így annyi hely volt, hogy így egy ilyen csapás, egy ösvény. És akkor itt nem majd kell balra kanyarodni. Szóval, hogy ez a track, ez tényleg így árkombokron visz. És a panelt felváltotta ilyen bringa pálya, meg kamara erdei utat ír ki. Nagyon jó lugasos, és itt már viszont jó az út errefelé. Teljesen sima. Egyébként azóta táblát azt nem láttam, vagy hát elkerült a figyelmem. De eddig így egész kalandosnak ígérkezik. És akkor megérkeztem ide a Kolozsvári utca sarkára, és akkor itt van kiírva, hogy az Euróvaló 14-es, meg mit tudom milyen 1-es főút, és akkor itt van Etyek, meg Török Bálint, ez egész biztos, hogy ez lesz, ez az útirány lesz, meg az előbb volt egy ilyen tábla is kirakva. Illetve még ott, ahol a hölgy mossa a zöldségeket, ott lehet még szintén vizet venni, amire nem kell fizetni, mert utána egy darabig nem nagyon lesz kút. 16,3 kilométert jöttem nyugatitól, mire idáig kiukadtam. Na most nem biztos, hogy ez a legpraktikusabb, vagy a legrövidebb. Az állítat, hogy én ezt nem tudom, mert nem vagyok idevalósi. És az a korszak már elmúlt, itt az ember itt próbál feje után menni, itt a navigáció gyönyörűen mutatta, hogy merre menjek, és valószínűleg az egyik legoptimálisabbat hozta. Akkor itt van Budapest-Balaton kerékpáros útvonal, épp ebben a pillanatban van kiírva, miközben egy nagyon jó parkot hagytam el egy ilyen lovacskás installációval és a szokásos ilyen sebességfogó táblákkal. Itt van egy jó körforgó. Ez az. Na és akkor ez már rendes kerékpárút, tehát itt nem lesz az, hogy jönnek az autók, meg kacskaringózni kell közöttük, ez már ez a vége láthatatlan kerékpárút egyébként, tehát valószínűleg 20 pár kilométer lesz már csak Egyekig. És hát sajnos szemben megyek a nappal, hiszen nyugati irányba megyek. Vagy itt focipálya, meg ezek a jó kis házak, hát itt kéne nekem valahol lakni, az a baj. Na ugye ez már az valami ilyesmire számítottatok. Volt egy jelentéktelen pukli benne, de hát ez ilyen említése sem éltó. Amire úgy eszedbe jutna, hogy visszakapcsolsz, vagy kettőt már följöttél a tetejére. Nagyon-nagyon kíváncsi vagyok erre az útra, mert hát nagyon sok jó, de főképpen valahogy rosszakat találtam meg, vagy azok engem, mert hogy sok az emelkedő, meg mit tudom én, és ezt otthon úgy a gép előtt értetlenkedve álltam előtte. Mert ami az ember járt iskolába, akkor már valószínűleg negyedik osztályban tanították, hogy a Dunától innen ez dombság az egész. Tehát, hogy egy evidens, hogy vannak benne emelkedők is. És hogy valószínűleg tényleg nem így a hetes út mellett, vagy a legoptimálisabb út mellett fogják vinni ezt az egészet, hanem pont ez a lényege, hogy legyen benne valami kis változatosság, valami kis látvány, közben lesz egy piros lámpánk. És egyébként elárulom, hogy nyugaton is nagyon sokszor össze-vissza barangol az út. Közben ott ketté is fog ágazni. Jaj, na, megnyomjuk, ez az.
tiszta ilyen Franciaország, most már itt is lámpa van, minden van, és meg is fogja az autósokat. És akkor Budaörsnek jobbra, nekem meg itt balra. Vannak ilyen, már láttam egyet, azt mondjuk Pesten volt még belül, ez a szerszámkészlet, megfújtatod, oda föl lehet tenni a biciklit, azért van az a két könyök kint, szintén ki van írva. Szóval, hogy ez nem is értettem, ugye most is emelkedik, de hogyha ha nézel egy térképet és ránézel a Duna jobb oldalára, akkor ez egy dombság az egész. Tehát a Kisalföldet meg a Mezőföldet leszámítva. És az az útvonal, ez itt a dombok közt jön keresztül. És például, hogyha átmész Szlovéniába vagy Ausztriába, hát ott is ez lesz, hogy ilyeneken kell fölmenni, de még ettől ezerszer meredekebbeken. Úgyhogy nekem eddig ez teljesen jó. Tehát egyáltalán nem volt benne eddig semmilyen nehéz feladat, vagy bármi. Az idő nagyon kellemes közben, hogy telik. Egyre haladunk az este felé, de hát most vannak azok a csodálatos napok, az a pár gyönyörű pillanat, amikor nagyon sokáig van világos, és éppen ezért nagyon jól ki lehet használni az ilyen napokat. Kilátás egyébként úgy nem sok van. Itt a fal mellett ez az autópálya, az M7-es autópálya. Szóval itt a Téglagyár utca. Ez eddig fantasztikus, nagyon jó ilyen árnyas, lugasos. Nagyon jó távolhelyek vannak itt. Átjövünk az M7-es autópálya felett. Íme Balaton felé nagyon nagy a forgalom, de hát ma van a Balaton Sound, ha jól tudom. Újabb ilyen szerelőpont. A srác, akivel jöttem a vonaton, az éppen Balaton Soundra tartott. Viatorba egy közben 4,9 km, ott lesz majd ez a híres nevezetes völgyhíd. Szóval, hogy mondta, hogy 32 ezer forint egy napi jegy. Az komoly. És 2000 forint egy sör, 1000 forint egy ásványvíz, és olyan 3000 egy lángos. Egy érdekes dolog volt, mert amikor mondtam, hogy 4,9, 5 perccel arrébb meg már 6 kilométer volt. El szoktak ilyenek lenni. Itt vannak a nagy leágazások, és akkor elhagyom Török Bálintot. És visszavárnak, de hát én most itt nem fogok erre jönni majd. Közben ebbe a pillanatba szágult bele a jelenetbe a vonat. Újra elhagytam Török Bálintot, és ki volt írva, hogy mosolyogjak, mert hogy vad kamerák figyelnek. Most azt nem értem, hogy vad, hogy kiugrik az erdőből, mint ez a taxi, vagy nem taxi. Sokan. És meg támad, vagy nem tudom. Na jó, értem, csak ez vicc akart lenni. Csak nem sikerült. Fél hét van, és mindjárt elérem a Biatorbágyi viaduktot. Egyébként itt van mellettem a település, csak susnyától nem látszik. De minthogyha már talán itt ez is lenne, az pontosan így van. Hát ima az elhíresült völgyhír, egyébként fantasztikus kilátás van végig, a lemenő nap fényébe. Hát a drónt nagyon-nagyon zavarta minden. Egyszer el is veszítettem. De a levegőbe leállt az egész rendszer. Úgyhogy az nagyon kritikus volt ez a pár pillanat, közben itt egy ilyen pihenőhely megint, és megyek tovább, hát nagyon forgalom itt. Nyilván az egy látványos pont, eléggé. És akkor nekem mindentől egyek fog majd következni. Egyébként a nyugatitól kerek 30,6 km-re van ez a Biatorbágyi völgyhíd.
Vannak benne ilyen kis picike közök így, holtszerköz, túlmentem rajta, picit elgondolkodik az ember, mert csak hallja a navigációt, hogy kerreg. Hát egyébként meg kikerülöd egy utcával arrébb, de a lényeg, hogy minden ilyen kanyarodásnál egy ilyen tábla jelzi az irányt. Például itt át kell menni. Így. És így. Ez az. Közben szépen csendbe rám borul a kora este. És akkor itt meg megint balra, a bácsi is ott benézte. De jó ez a ház. Ó. Van egy picit komolyabb kaptató, 15-6%, nem vészes, és itt van mellettem Biatorbágy, illetve a Biatorbágyi tó, gyönyörű szép ezekben a fényekben, és a mögötte a hegyek. Hát én pedig szép lassan felérek ide a tetejére. Hát kedves nézők, óriási dráma van, eltelt 3/4 óra. És hogy láttátok, ilyen gyönyörűen repült itt a drónocska, hát egyszer csak fogta magát és lezuhant. Semmi vészjelzés, hogy lemerül bármi. Itt kóvágok 3/4 órája, és egyszerűen nem tudom, hogy hol van, basszus. Benne a kártya, az akkumulátor, még talán a felvétellel tudok kezdeni valamit, még a biciklimet is elviszik. Egész egyszerűen nem tudom, és megőrít az, hogy itt van valahol, és nem látom. Hát adott egy darabig vészjeleket, de az ajtól itt van az út, nem lehetett hallani tőle semmit. Úgyhogy nem tudom, el kell engedjem, hát 3/4-8, még egyeken se vagyok, már rég túl kéne azon is legyek, de mindig visszajövök, hogy hát, ha itt van valahol, mert szerintem túlélte, tehát, hogy azért puhára esett. Hú, nagyon kellett volna, egyébként egy ilyen édes teher, mert nagyon sok szívás van vele. De most lehet, hogy ezt egy olyan jelnek tekintem, hogy ennyi volt ez az egész, mert nagyon sok időt elvesz, meg sok helyet. Nem tudom, de most már nem várok tovább, hanem elindulok. SOS-be nyomtam egy vásárlást Kóba. Üha. Megkaptam, hogy mi a fasz kamerázok itt a helyi keményektől. Tudtam venni egy főzeléket, azt vacsorára megeszem, meg még korábbról egy kakócsigát, amit még Pesten a Hétvezér utcán vettem, az lesz a reggeli. És akkor majd holnap veszek valami normálisabbat majd, ha indulok tovább. Voltam itt BRM-en, és valahol itt volt egy fagyizó, de szerintem ott a virágárusnál csak már azóta bezárt. Nagyon-nagyon szép hely. Csak hát nem emésztettem még meg ezt a drónt. Szerintem még nem hiszem el konkrétan, hogy így jártam. Na itt közben mindegy, már most figyelek az útra, hogy több ne vesszen. Legalább kaján van. És ja igen, mert arra kellett fölfelé menni az emelkedőnek. Itt is van egy ilyen bringás pont. Úgyhogy mindjárt jön most egy kis emelkedő, itt van gyúrónak. Fogok menni, ez 11 kilométer. És közben szépen tényleg rámesik az este. Nekem pedig következik 103 méter múlva az első emelkedő. Közben nagyon jó kis hangulatos pincészetek mellett jövök el. Ahol még ez nyitva van. Szépen mindjárt rámesik az este, egy 30 perc múlva lemegy a nap. És én pedig itt a pincesorok mellett elhagyom egyeket. De egy pár fontos adat, ez 1,2 km hosszú,
és 73 méter szint van ebbe az emelkedőbe, egy átlagosan 5%. Ez egy annyira nem egy vészes dolog. Hello! Íme. És az esti fények. Hát megígérem, hogy nem beszélek már többet erről, de annyit spóroltam rá, basszus, még közel fél áron vettem, használtan, és még hát úgyis nagyon sokba került. Hát mindig csinált ilyet, hogy néha elvesztett a jelet, és akkor mindig haza tudtad hozni manuálisan. Közben itt nekem le kell menni, igen, ott egyenesen. Vagy nem erre? Hoppá. Nem. Erre írja pedig. És értettem ott a táblát, na mindegy. És egyszer, egészen most egyszerűen fogta magát, és így minden kapcsolat megszűnt, és lezuhant. Úgyhogy ennyi volt. Hét múlva indulnék a nagy túrámra. És az a durva, hogy pont mondtam otthon Nórinak, hogy annyira kínlódás néha, de olyan gyönyörű pillanatokat vesz föl. Úgyhogy most az egyik táskámnak a fele az felszabadul. Ez gyönyörű dombok itt tollalt. És akkor itt jön egy ilyen combosabb emelkedő, úgy látszik. Na, elteszem a legyen másik kezem. Van egy ilyen Climb Pro funkciója. Ugye a feltöltött trackbe, ha van emelkedő, akkor a profilját kiírja. És akkor még 500 méter van az emelkedőből hátra. Hát az olyan 8-9%, annyira nem gáz. Egy gyönyörű a kilátás, mondjuk arra nem számítottam, hogy autó is jön erre, de mondjuk igen, tehát hogy kinek erre van a földje, az hogy jöjjön ide. Gyönyörű szép kilátás ott lent. Hú, az Dunaújváros. És lehet nagyon nagy baromságot mondtam. Feljöttem most egy picit magasabbra, és gyönyörű szép a kilátás. Most egy ilyen fennsíkra felértem. Hát, ez volt itt az első ilyen komolyabb kaptató. Hát most azt, hogy komolyabb vegyük idézőjelbe. Nyilván, aki nem nagyon szokott bringázni, annak ez úgy erősnek tűnik, de higgyétek el, hogy ez egyáltalán nem volt az. Hosszába se volt egy nagyon nagy vasizdas. Viszont ez az út, ez baromi jó, baromi jó. Na hát, hogy összegezzük, és hogy mindig az ember kezdjen valami új tervet szülni, ha valami nem úgy jött össze, vagy nem úgy alakult, meg nyilván ez most egy ilyen nagy veszteség. Na, csak sikerül felváltani a sátortól. De hogy a lényeg, hogy estére van kajám, van másfél liter vizem, tehát reggel tudok főzni, meg tudok inni, majd este meg hidratálni. Vettem egy sört, mert az most a lelkemnek nagyon fog kelleni. Ma gyászszertartást tartok este a sátorba. Hát megyek tovább, vagy 30 kilométert írt Velencéig. Hát lehet, nem megyek el oda. Nem tudom, igazából nem érdekel most így jó itt lenni. Csend van, egyedül vagyok, ez a lényeg. Gyönyörű szép ilyen szőlő ültetvények közt jön az út, és fár fent van a hold, kellemes idő van, és minden megvan ahhoz, hogy az ember egy jól bicajozzon. Hát ez a része valami fantasztikus, ez a szőlő hegyút itt, a tükör aszfalttal. Van egy kis kilátás itt a dombokra, itt a Buda felé, Biatorbágy felé, talán most egy picit, aha, végtelen szőlők között. Nekem pedig lassan el kell kezdeni gondolkodni, hogy hogy lesz az este, mert bár a kamera sokkal világosabbnak látja, de kezd szürkülni, 10 perc múlva fog lemenni 20 óra 30-kor a nap konkrétan, és utána vészesen elkezd sötétedni, és hát itt a szőlősbe biztos, hogy nem éjszakázhatok, most egyébként lejteni fog az út, úgyhogy itt egy kis pihenős szakasz. Na, itt a dombtetőn, éppen ahol itt állok, etyek és gyúró között, van egy ilyen nagyon jó pihenő. Itt ezen a részén vagyok konkrétan. Ennyit jöttem.
Úgyhogy mi ez itt hátra van. Igen, tetemesen. Hát egy 3-4 óra elment ezzel a drótos dologgal, vagy drótos, drónos dologgal. Úgyhogy itt van egy szintprofil, ugye itt volt ez a kis bukkanó benne, és akkor itt most végig lejt egy picit, mert megint lesz egy pici pukli, aztán megint lejteni fog. És akkor itt leírja a két településnek a nevezetességeit és a fontosabb tudnivalókat. Én még nem tudom, azon gondolkodom, lehet itt kéne maradni éjszakára, és akkor nem kéne sátrat bontani, nem kéne vele vacakolni, hanem én itt el vagyok szépen, aztán reggel meg megyek tovább. Kuka van, minden tök jó. Na, egy isten, esik az éjszaka, akkor is fedettem vagyok. Nos, hát gyors döntést hoztam, és hát ahogy látjátok itt a nagy kipakolást, ez már rám igencsak jellemző, meg közben a jó kis nyírkos ruhámat szárítom. Úgy döntöttem, hogy én nem nagyon megyek innen tovább, megnéztem a térképet, aztán az van, hogy nincs értelme, mert bemegyek gyúróra, akkor ott lakott település van, itt ír megint egy bringás pihenőt, itt ezen nem, de a Google-on én láttam, most ott vagy van valaki, vagy nincs. Mert itt pont jött ez a két versenyző, aki megelőzött már jó régen, csak most értek utol. Aztán nagyon szívtak, mert itt nagyon nézte a csávó, hogy ez nagyon jó lett volna nekik, csak hát itt már hárman nem férünk el, sajnos az van. Viszont mivel én meg filmet forgatok itt erről az egészről, annak ugye nem nagyon van értelme, hogy itt a vaksötétben én itt forgatok nektek, mert úgyse látunk semmit, viszont taktikai szempontból meg baromi jó, mert kiteszem, mert ki is vettem a matracomat, a hálózsákomat, a főzőimet, ide fölfekszek az asztalra, először nekiállok kajálni, utána megágyazok, itt fogok aludni, meg egy picit olvasgatok, reggel csak elpakolok, a sátrat le se fogom venni, és már húztam is tovább pirkadatkor. És akkor holnap már megyünk egy nagyobb távot, egyébként 45 kilométert jöttem a mai nap. Úgyhogy most itt az ideje, hogy együnk egy jó kis babgulyást. Bár ezt nem erre tartogattam, de kedves drón, 2 évet töltöttünk együtt, csodás pillanatokat repültünk, osztrák jogosítványt csináltam neked, a Magyar Technikai és Innovációs Minisztériumnál bejelentettelek, kifizettem a regisztrációs adót, és csodálatos képeket éltünk meg. Igaz, a féltáskámat elfoglaltad, de nyugodjál békében, nagyon fogsz hiányozni, és nagyon szeretlek, úgyhogy Isten áldjon így. Nos, hát kedves nézők, így fog kinézni az esti szálláshelyem. Egy jó kis bivakoló hely. Hát, itt az előbb megvacsoráztam, megvártam, míg rám zuhan az éjszaka. Úgyhogy mindjárt olvasok, hoztam könyvet, direkt bringa itt figyel mellettem. És akkor picit ilyen tudom kint erről. Így, hát nem, mondjuk nem nagyon látszik ebből semmi az égvilágon szerintem. Na, a lényeg az, hogy itt fogok aludni, hajnalba kelek, szokásosan természetesen fűzök egy kávét, az legalább nem tud elrepülni, meg lezuhanni, és akkor holnap folytatom tovább az utamat a Balaton felé. Ami rossz hír az, hogy nem mondanak túl jó időt holnapra, de ezen majd aggódok holnap. Illetve most egy picit talán különlegesség annyi, hogy a film nem fog véget érni azzal, hogy most itt este lett, hanem nem sokára találkozunk. Úgyhogy mindjárt folytköv. Sziasztok! Eltelt az éjszaka. Egy nagyon-nagyon fantasztikus helyen voltam, gyerekek. Ilyet életemben nem bivakoltam. Teljesen szélcsend volt. Teljesen ideális volt az idő. Szerelem is volt az éjszakában, persze nem nekem. Állj, meg akartam mutatni. Nem, ott vannak még mindig. Ezt nézzétek meg, figyelj. Hát nekik még ott mindig nagyon jó. Tessék. És ezt asszisztálhattam egész éjszaka. Meg volt egy-két ilyen komolyabb döngicsélő. Egy nagyon pici övésmenés volt, de hát ugye tudjuk, hogy az erdőnek azért van zaja. Még akkor is, hogyha ez az etyeki
szőlővidék itt körülöttem, és volt egy kis jövésmenés. Kettő darab bringás volt itt az éjszaka, akik gyúró felől jöttek, gyakorlatilag ilyen, hát ilyen éjfél után, és észre se vettek, vagy nem tudom, vagy úgy tettek, mintha nem vettek volna észre, de elment mind a kettő. Illetve most jött két országút is habsi reggelit, megálltak egy picit öltözködni, úgyhogy ennyi volt az éjszakai forgalom, és reggel 4 óra 41 perc van egyébként. Hát majd, hogy egy órája keltem, én már itt kávéztam meg minden, most azt nem filmeztem le. Úgyhogy megyünk tovább a Bubán, következő nagyobb település majd, következő nagyobb rész majd Pákoz lesz, illetve a Velencei tó, és akkor utána irány a Balaton, és az első autó is megérkezik. Úgy látszik itt reggel. Fájó búcsú a táborhelytől. És akkor gurulással kezdem a reggelt. Nap nem sokára föl kell, kibújik a dombok mögül. Fantasztikus ez a rész, azért van benne egy-két derékszögű kanyar, amit nem lehet belátni, úgyhogy arra azért nem árt odafigyelni. De közben megnyom, itt lesz még egy kis kapaszkodó benne, ezt jelezte is a Trek. Mondom is nektek, 730 méter és egy 25 méter szint van benne. Hát egy átlag 3%-ot ír, itt az eleje azért az combosabb. Egyébként 151 méteren vagyok. És itt vannak azért jó táborhelyek. És most bevallom, lusta voltam tegnap, hogy eleve késett a vonat. Eleve csúsztunk, mire a vágányzár miatt beértünk. Ja igen, és itt kecske kaka van arra is. Célszerű vigyázni. Főleg, ha az ember itt éjszakázik, akkor ne ijedjen meg este, hogy látogatói lesznek. Itt vannak a kerítések, így körbe. Úgyhogy, hát, már most kicsit haladósabb lesz a mai nap. Borongósabb lesz az idő. Felhősebb is lesz a napot, sokat nem fogjuk látni elvileg. És még lehet, hogy eső is lesz, az az én nagyobb bajom. De azért ma egy hosszabbat fogok menni mindenképpen. Úgy tegnap már nem sok értelme lett volna sötétbe tovább menni, miközben már itt szépen a felénél vagyok lassan. Meg is vannak ott, figyelnek a kecskék itt a kerítés mögött. És fák pont kitakarják. Ott talán látszanak. Nagyon cukik. Á, itt lehet, belátunk a kupi részébe. Na, hát ennyi volt ez az emelkedő. Közben megnyílt a kilátás, szokásos hajnali párával, hátul a budai hegyek, mögöttem etyek, de én meg nem etyegek, hanem megyek tovább. Ez pedig már maga gyúró, és itt, ahogy jelzi is a tábla, menni kell tovább egyenesen, viszont ez itt már a főúton megy az út. A gólyák éppen reggeliznek. Széles szájú kisbékát. Jaj, azattól most megkímélek benneteket. Közben ezek nagyon tetszenek nekem, ezek a házak. Már hogy nem ez, hanem volt itt egy-két ilyen tornácosabb jellegű. 14 fok van, szóval
És még a naptejre nincs szükség. Nagyon jó kis takaros település. Ez a... Mindig gondoltam arra, amikor mentünk az M7-esen, hogy ezt a gyúrót egyszer megnézem magamnak, mindig ki van táblázva, hogy elhagyjuk a fővárost. Itt lesz egy derékszög kanyar. Szóval megvolt ez a két nagy kaptató, amiről olyan sokat lehetett olvasni. Közben vízvételező hely van, és én ezt ki is fogom használni. Csak akkor mondom már, ha így dokumentálom. Jaj! Gyúrón is fogtok tudni vizet venni. Ja igen, és akkor azt hittem, hogy nem ivóvíz, de közben ivóvíz. Főleg, aki ilyen nagy melegben van, és akkor ott vegyesbolt van, és szintén itt a Coop. P-mobil tábor is lesz a Velencei tónál. Magával Schuster Lóránttal lehet fürödni. Az, hogy még mit, azt abba bele sem merek gondolni. Úgyhogy, hát vannak itt azért programok. A víz pedig isteni finom. Azzal visszatérve az emelkedőkre, arra két puklira, hogy így meredek, meg úgy, hát igen, van benne meredekség, de hát most ugye ez egy dombság, szóval mégis mit vártál? Hát venni kell egy levegőt, föl kell rá menni, aki meg nem szokott sokat bringázni, az meg leszáll és feltolja, de úgyse vészes ez a másfél kilométer, meg az a pár száz méter. Közben itt már zöldséggyümölcsös is van, hogy lehet frissíteni. Nagyon szeretem ezeket a kis csendes falvakat, és mai szombati napra nagyon sokat fel is fűztem. Aztán meglátjuk, hogy az időjárás ezekből mit fog engedni, mit tudok megcsinálni belőle, mit nem. Ugyanis, ha elérem a Balatont, és átérek a tónak az északi felére, akkor nem a kerékpárúton mennék, illetve hát Tihanyig igen, onnantól bevetném magam a Káli medencébe, ez a nagy terv. Aztán, hogy ebből mi lesz, az majd elválik. Lehet, hogy megyek P-mobil táborba. Fürdök Schuster Lóránttal. Csak az a baj, hogy az még két hét múlva lesz. A nap átbukott a dombok mögött. Nagyon szép ez a reggeli pillanat, és a leghidegebb. Közben nekem itt írja, hogy letértem a trackről, de esküszöm, nem láttam, hogy valahol menni kellett volna valami kisebb úton. Azért mutat érdekességeket, mert nagyon sokszor mutatja, hogy letértem. Hát vissza nem fordulok, az biztos. Na most így visszajöttem, visszafordultam az ellentétes irányba, és bevallom, nem vagyok képbe. Most egyébként mehettem volna arra az országúton, vagy most csak egy ilyen checkpointra visz vissza, aztán megfordít, de hát mindjárt meglátjuk. Közben itt legelésznek a lovacskák. Nap egyébként már kim van, csak a dombtól nem látszik. Elég hűvös van. De egy 250 métert ír nekem egy pontra. Aztán meglátjuk, hogy ott mi történik. Na mégiscsak ott, ahol lejöttem a kis úton, kellett volna jobbra menni, nyilván. Csak hát vissza akart hozni egy ilyen checkpointra. De hát nekem ez az irányomat éreztem is, csak nem tudtam, hogy most mi van. Meg ugye mondtam még délután tegnap, hogy tesztelek is dolgokat, és a Garminnak a navigációját tesztelem. Mennyire lehet benne bízni. Hát azért vannak itt is érdekességek, na maradjunk abba. Alapvetően egész jó. Kicsit hűvös van. Most nem akarok itt kóvályogni feleslegesen, mert ugye hát azzal is megy az idő. Itt nagyon picike kis ér mellett jön a kerékpárút, és a főút itt megy kint egy 100 méterre. Nagyon romantikus, idilli pillanatok itt tőlem balra. Csigát kikerüljük. Nagyon gyönyörű fehér ló a nap felkeltébe.
És még tiszta Hollandia, ilyen nyilak is vannak, hogy merre kell a fát kikerülni. Egyébként az útminőség az teljesen jó. Itt-ott alapvetően törmelékes, de hát semmi gond nincs vele. Erre jártuk, van itt ilyen fedett pados pihenős cucc. Játszótérre lehet még akár strandröplabdázni, meg homokozni. Nagyon jó hangulatú ez a kis hely, Tordas nevezetű település. És itt mutatja nekem, hogy ki kell menni, de nem a hídon, hanem majd ott az úton jobbra. Így van, 18 km Velence. Itt véget ér a kerékpárút, és akkor itt kell jön az útesten. Egyébként ugyanott lettem volna, segén 15 percet el töketlenkedtem, de nyilván most ugye ez volt egyszer, hogy rászánom itt az időt, hogy merre, meddig. Követhető egyébként, tehát én bambulok, sportpálya van, büfével, de nem lehet éhen meg szomjan halni. És nekünk itt az egyenes lesz az útirány majd, jelzi is a fölfestés. Jó, itt van egy gyönyörű kanyar. Ez az, így van. Van egy pici kaptató, ott edzenek az állatok, itt a cicuka is itt szalad, az előbb át pattintotta magát egy őz, és nekem meg 2,5 kilométer, de már annyi sincs kajászó, és lassan elérem a velencei tavat szépen, ti reggelire. Nagyon szépek a reggeli fények így a párába, és ott a velencei hegység egyre közelebb és közelebb van. És hát itt jövök ezen az úton, ami tökéletes minőségű, de ugye ez a mezőgazdasági gépeknek egyfajta ilyen szervízútja is. Hogy azért vigyázni kell, hogy az ember bele ne fusson. És akkor elkezdődik itt a dombról le, dombról fel, ugye már egy ideje. De egyáltalán nem vészesek. Még így, hogy csomaggal vagyok se, üres biciklivel, meg aztán pláne. Na itt azért mondjuk lenne egy jó táborhely. Na nézzük, 3 fekvő rendőr, saját felelősségre, 11%-os lejtő, 30-al lehet menni. Nem, most nem tudom mennyivel megyek, de ugye megnézzük. Fel is van festve a 11%. Ki van írva, hogy lassítsunk. Így. Na. Aha, és akkor itt a fekvő rendőr. Ups, egyszer. Olyan jó kis falak vannak itt. Itt lesz a második. Hopsz. Ez az. Így. És akkor lesz itt a balosba valószínűleg még egy. Miközben beérek kajászóra. Kajaszóra. És akkor itt van egy kisebb. Aha. Igen. Ez volt az a nagy portkavart kanyargós rész, ahol páran zakkantak. Hát itt balra nem jön senki. Igen. Ja, igen, az érdekes kanyarba fekvő rendőr tenni, de... És akkor itt Kajászófi utcáján a hamburgeresnél, illetve pont nem láttátok, mire bekapcsolt a kamera, egy ilyen világháborús mementó, egy szobor, és akkor ott kell lekanyarodni. Ja, szóval igen, ez jó meredek volt az a rész, aztán kézzel azon egyszer, hogy szembe jön valami traktor felfele. De hát most ugye a Kresszbe is benne van, hogy úgy kell
vezetni, hogy ahogy a helyzet megkívánja, tehát azért ott bele lehet menni igen nagy sebességgel. Nem tudom, szerintem nem olyan gáz. El tudom képzelni, tudod, jön a társaság, beszélgetnek, szórakoznak, aztán egyszer csak püff. Nem tudom, nekem eddig egyáltalán nem volt olyan veszélyes, vagy bármilyen. Tehát mondom ezt úgy, hogy Európának azt hiszem 7 országába jártam, és ezerszer neccesebb helyek vannak ettől. Csak elmondom ugyanúgy, ahogy a németeknél a nagyon sok ilyen a bringa út, ilyen murvás keréknyom, meg földút. Egyébként itt Kajászótól kifelé az emelkedőn is van. Eddig az a második volt. Ez itt látszik a féknyomokba. Ki volt írva a 7%-os emelkedő? Hát körülbelül annyi, igen. Nem vészes ez se. Na, ott a teteje. Szépen fölkelt már a nap, gyönyörű szép a learatott mező. Azért ott mezítláb nem célszerű végigmenni, hátul egy gyönyörű lúvballon, vagy légballon. És akkor mutatom egy picit így távlatból, tehát hogy ez itt már ilyen fölle-fölle. De nagyon szép látványa van. Nagyon jó hangulata van. És teljesen jó az út. Vannak azért ilyen kőfelverődések nyilván, tehát a mezőgazdasági gépek fölszedik rá, de egyáltalán nem olyan vészes. Nem sokára 6 óra, azért jöttem jó sokat. Imádom ezt a Dunántúli dombságot ezekkel a jó kilátásokkal, hogy nem vagy olyan magasan, de azért mégis olyan jól el lehet látni. És akkor következik a Velencei hegység, most már egész jól kivehetően pici gurulással. Itt nagyon jó gabona illat van, és van egy nagyon-nagyon jó hangulata itt kora reggel. Beértem Pázmándra. Bácsi nehezen válik meg dolgoktól, de nem is ez a lényeg, hanem az első ilyen régebbi aszfaltozás úttal most találkozom először, csak azért mutatom, egyáltalán nem zögykölődős. Ez viszont nekem tetszik. Volt az előbb egy ilyen nátfedeles, az egy faluval visszább, az baromi jól nézett ki. Most már lassan gondolkodom valami reggelin. Van egy zapkásom, csak lusta voltam reggel megfőzni. És annyira eligénytelenedem, jó értelemben, hogy lábos se hoztam, tehát van egy ilyen fénypoharam, azt ennyi. Minél kevesebb cuccal vágok neki, minél hosszabb útnak, most már ezt így rászocializálom magam. Közben komoly társadalmi életet élnek a galambok. Ha fehér macska megy át előttünk az úton, akkor az viszont azt jelenti, hogy szerencsénk lesz. És akkor lehet, hogy találok egy másik drónt. Valaki megtalálja az enyémet. De szerintem lassan aratni fogják majd a gabonát, és bedarálja a kombány. Ez se rossz. Ez meg pláne. Nagyon jó ilyen trendi pihenőpark van kialakítva Pázmán mellett, de amiért megálltam az az, hogy állítólag itt mutatta meg Tolli Miklós a nagyuraknak ezzel a kocsirúddal, hogy merre kell Budának menni, ahogy megmutatja itt a kerékpárosoknak is, hogy ebbe az irányba. És én megálltam, most egy picit szusszantam, jöttem már 20 pár kilométert. Itt van egy ilyen installáció, egy fafaragott installáció, aminek a lényege az, hogy állítólag ez láncfűrésszel van kifaragva, ha jól tudom. Itt látható leírás a környék. Nagyon szép kvarcit sziklák vannak, aki szeretne erre gyalogtúrázni. Itt mutat egy profilt is az emelkedőkről, mutatja a látványosságokat. Itt vagyok Pázmánnak a szélén, és akkor nadap fog majd következni. És ott elérem a Velencei tavat. Nagyon jó ez a hely, hát fantasztikus. Fényképpen nagyon sokat láttam, de higgyétek el, hogy az nem adja vissza. Bele lehet dugni a fejünket, mármint hogy a lyukba,
vannak kerékpártárolók. Itt a Bagyocska vigyáz arra, hogy el ne vigyék a drága karbon kerékpárt, ugye Bagyocska? Plusz van víz, plusz van pad. És ennek az a lényege, hogy ez ilyen töltős, tehát hogyha mondjuk lemerül a telefonod, mert sok képet tettél fel az Instagramra vagy a TikTokra, hogy fel tudod tölteni. És itt pedig a Pákozdi csata emlékére van egy ilyen faragott lovasszobor, egy huszárna, baromságot beszélek, és ott pedig még ki vannak rakva ilyen különböző helységnevek, hogy mihány kilométer. Hát jó fok még 73 egyébként, olyan sok Pákhoz meg 13. Azt nézem közben, hogy itt még beszélek a kamerának. Igen, Székesfehérvárt kerestem, ott van legalul. Azt mondja, hogy 25 kilométer. És még gondoltak az érzékeny bőrünkre, és van egy ilyen UV kijelző, hogy éppen milyen az UV-sugárzás. Egyébként ma elég erős lesz, úgyhogy én annak megfelelően készülök. Még most azért nyomom itt meg a reggelt, mert nagyon jó az idő, lehet menni, meg a kutya nincs sehol még. Hát ez egy zseniális az a rész itt. Azért a régi korokban nem kellett konditerembe járni, meg személyedzőt fogadni, hogy ilyen bicepszünk, meg ilyen six-pack hasunk legyen. Bezzeg, nekem nem akar ez összejönni. Hiába iszom a kevesebb kalóriájú sört, akkor se lesz ilyen kockás hasam. Az előbb meg nyomom itt a kutat, mondom, csak megtöltöm a kulacsot. Nem jön. Figyelj, fél percig. Aztán rájöttem, hogy ott alul el kell megnyitni. Úgyhogy még jó, hogy nem látta senki. De most várjatok már, akkor most én ezt elmondtam, akkor ezt ti tudni fogjátok. Azt most már tudom, hogy merre kell Budára menni, de azt tessék már kell megmondani, hogy egy szemetes kukát miért nem tettek ide ki, hogy a szemetet ki tudjam dobni. Nézd ki ez a hülye, aki ott hagyta a sisakját a Tolli szobornál. Hát nem a birkák, hanem én. És egyébként biztos érdekes lehet láncfűrésszel ilyen szobrokat csinálni, de egyet ne csináltok, ha ide költöztök a bácsi mellé. Jóga stúdió, nem biztos, hogy jó befektetés lesz. Itt jobbra olyan növények vannak, hogy az fáj, hogy ránézek, viszont itt balra meg baromi jó kilátás van. Nem sokára elérem a Velencei tavat. Most itt Pázmár után viszont ilyen jó igazi dimdombos felle van már, aki jön ide, az itt kösse fel egy kicsit a gatyáját, de baromi jó. Hát lendületből neki kell menni az emelkedőnek. Az a titka. Meg is álltam egy picit itt a szőlőnél. Nagyon-nagyon gyönyörű látvány, ez ilyen igazi ilyen Toszkana feeling egy picit, azzal a dombokkal, meg hátul a párával. Viszont sajnos elég sok szemetet látok itt eldobva. Zseniálisak, ahogy itt néznek. Hátul a kutya meg már megszokott. És egyébként itt is vannak ők egyéb szürke színűek, csak most az ellenfényben annyira jól nem látszik. De csodálatos jószágok. Elhagytam Nadapot, és éppen gurulok a Velencei tó felé. Itt megy a kerékpárút az útes mellett, és az a neve, hogy Panoráma út, és nem is véletlenül, mert hiszen van panoráma. Nálunk is van Debrecenben, csak hát ott semmit nem lehet látni. És nagyon kellemes kis gurulás van. Bejöttem Velencére, és bejöttem ide biciklivel a Spárba, így. Eltöltöttem egy kis időt itt a bevásárlással. Vettem úgy már, ahogy vettem reggelit most, mindenképpen. Hát 7 óra 5 perc van, úgyhogy teljesen jó. Kértek majd 3000 forintért kifli. Ez le volt értékelve, kakaós csiga, ezt későbbre vettem ilyen. Ez is nagyon jó árba volt. Kávé baromi jó árba volt. Meg vettem egy tejet, nagyon kívántam, most meg felvágottat.
banán is majd későbbiekre lesz. Úgyhogy majd ezt megkajálom, és akkor el kell ide pakolni, és ide le fogok ülni, enni szépen, meg pihenni egy picit. Miközben ezek a magasan kvalifikált zenék megtanítják nekünk az ABC-t. Csak egy ilyen taktikai dolog, hogy nagyon jó kora reggel nyitáskor az ilyen helyekre jönni, mert viszonylag, hát ugye a mai aranyárú élelmiszerárak mellett is korrektül be lehet vásárolni, és én simán kint hagyom a biciklit például, már úgyhogy most behoztam, de ilyenkor még nincs forgalom, még nem keltek fel az emberek, egy óra múlva ez a színültig lesz. Meg például ez ki fog nyitni, de se lehetne már majd leülni kajálni. Íme, jó kis helyen kajáltam. És közben megkeresem az utat. Ott a McDonald's is, aki arra vágyik. Nekem meg valahol nem erre kellene jönnöm, de mindjárt kiderítem. Közben mászok igen jó nyaralók között. Itt több lehetőséget is hoz, mert mentem az előbb a főútra, arra is hoztam, mert ilyen buba epiket nyilazott. Viszont a Bringa út meg itt erre jön, és nekem is az a track, amit a Garmin tervezett, az itt letérést mutat. De én most így erre jövök. És mindenképp vissza akar fordítani. Na, most kimásszuk ezt. Élni tudni kell. Az előbb jöttem el ilyen egyforma nyaralók, ilyen Velence, nem tudom mi volt annak a neve. Ezért ez nem gyenge itt. Független attól, hogy egyébként nem olyan szépek ezek az új építésű házak. Valahogy nincs semmilyen egyénisége szerintem. Persze ezt nyilván nem azt jelenti, hogy nem örülnék egy ilyennek, meg nyilván a kilátásnak, ami a túloldalán van. Közben megtalálta magát itt az út. Igen, tehát valószínűleg itt kerültem egyet, és itt a Bencehegyi kilátóhoz lehet fölmenni, ahol amit láttunk korábban, és akkor igen, nekem itt le is hoz ezen a kis ösvényen. És ott a Velencei tó, kérem szépen. Aha, és akkor itt fog lemenni az út, értem, most már ott is mehettem volna nyilván, csak egy picit gírbegúrbább, viszont nagyon jó ilyen parkoló rész van, a üvegszilánkkal, hallod. És itt eljövünk az M7-es autópálya felett újfent. És beértem Velencébe, itt az autópálytól nem messze, itt van egy ilyen nagy-nagy bringás szerviz vagy bolt, esetleg valakinek szerelésre van szüksége. Hát ez pedig itt egy baromi jó utca, nagyon-nagyon gyönyörű házakkal. A gondom annyi, hogy amíg kajáltam, éppen hallgattam az időjárás jelentést. Alapvetően meg jó idő lesz. Hello. Jó idő lesz, csak az a gáz, hogy mond jégeső zivatarokat. Csak majd kiderül, hogy hogy alakul a ma délután. És akkor le is értem ide a tóhoz. Itt is pihenők. És itt kellett volna lemenni. Nem baj, itt a strand. Már csak egy kézzel fogom itt a biciklit, aztán nem mindig sikerül úgy, ahogy akarom. Na mindegy, megnéztük a strandot. Igen, már jelez is, hogy letértem. Na hát akkor elindulunk a Velencei tó északi partján, ugyanis ott megy a kerékpárút. Egyébként megy a délin is, tehát meg lehet kerülni kerékpárral a Velencei tavat, és ez most nekem nem lesz feladatom. Egyébként, mikor itt laktam Fehérváron jó régen, akkor majd minden nap nyaranta körbe tekeltem, nem olyan hosszú, 25 kilométer. Így éppen elmegyünk a csúszda mellett, itt nagyon épülő félbe van még az út. Tehát ez az út is most lett leaszfaltozva, tükörsima. És akkor ott mellette a kerékpárhoz. Az igazság, hogy rá tudtam volna menni, csak nem volt kedvem leszállni, meg átemelgetni itt azon a töltésen. Még szerintem ez nincs átadva.
Nem mint itt egyébként bárki is járna most ezen az úton. Itt ez a zaj meg azért van, mert itt megy az autópálya. Szóval 30 méterre. De lehet, hogy éppen én fácánt fogok ebédelni, csak elütöm gyorsan. Ott figyel hátul a tejnek a harmada. Még szoktam ilyen rázárhatósat venni, és akkor ide a védőhúzat meg a táska között még egy csomó minden ilyen dolog elfér, amit majd később még meg tudok enni. Hát ilyen túrákon én nagyon ilyen teljes szoktam lenni. De nagyon kívánom, az alkoholt kevésbé. Azt csak általában akkor iszom, hogyha van valami lelki problémám. És az, hát az utóbbi időben nagyon ritkán szokott lenni, csak hétfőtől vasárnapig tart. És amikor nyomoromat nem tudom elütni vásárlásra, inkább csak alkohol szoktam inni. Ezt el ne higgyétek csak. Jön a hülyeség már, most annyira jó ez a menés, így reggel jó idő van, csend van, mondom a sok csacsiságot. Hát leszarom az esőt is egyébként, ha esni fog, nem érdekel engem. Tudok egy-két jó helyet a Balaton felvidéken, aztán ott kihúzom a napot. Végül is olyan régen olvastam egy jót, ha beüt a B-terv, akkor meg szép irodalmi délután fogok tartani magamnak. Volt egy leágazás a Szúnyog-sziget felé, ez pedig Fehérvárra. Fehérvárra menő Hodó utú rea. Na csak hogy beszéljek ómagyarul. Na volt egy kis kapaszkodó, nem volt gáz, viszont baromi jó az út. Elmondom nektek, mi jutott eszembe az útról tavaly Keresztül-Európán 2-be, Bastogne után a Bringa útnak volt egy hasonló feelingje, néhol egy-egy kilátás így a dombokra. Ez nagyon hasonlít arra. Mészekhegyi kerékpáros pihenő, itt a Pákozdi pagony mellett. Na oda a vaddisznóhoz egy-két ötletem lenne. Na és akkor most, hogy elfogyott a tükörasfalt, és lehet gurulni, most jön a rosszabbik útminőség. Volt pár méter főút, de aztán megint Bringa út van. Közben egy modern formájú raktárat látunk. Az előbb, mikor elkezdtem dumálni, és körülbelül nálam ez mindig így szokott lenni, hogy amikor picit lecipzárolom a mezt, egy perc nem telik el, berepül valami tökéletesen így közzé, és akkor ott érzed, hogy mászik a hasadba befele. Itt kiszerencsétlenkedtem. Egyébként Sukorónál járok, ha jól tudom, vagy jól látom. Ezt úgy kell elképzelni ezt az utat, hogy itt a főút megy, a 7-es, balra megy az M7-es autópálya, és ez meg itt valahogy így közte kóvályog egy picit így össze-vissza. Szóval azért arra ne számítsatok, hogy ez torony iránt fog menni ez a Bringa út, nem is ez a lényege, hanem egy picit el tudunk vonatkoztatni a forgalomtól, és ezt az erdei szépséget, a természet tökéletességét tudjuk megélni az utunk során. Pákozdon egy kicsit kacsázik ide-oda, és itt van ez a gyönyörű kőből lerakott út, ami egyfolytában rázódik alattunk. Viszont van itt is bolt. Az út elhagyja a főutat, és picit fölkacsázunk ide a domboldalra, miközben az előbb a presszóból igen filozófikus gondolatok hangoztak el. Itt ilyen negatív fekvőrendőr van, ilyet még nem láttam. Közben itt valamire nagyon készültek itt bent Pákos közepén, nagyon jó grilles illat volt, de nem tudott felizgatni, mert most olyan jól esett a tej a kiflivel, hogy ilyet még a norvég király sem evett. Váratlan helyzet van, ugyanis itt Székesfehérvár kisfaludnál találtam egy ilyen romot. Nagyon jó azt a... hát ennyit lehet látni belőle. Vissza is kellett forduljak, de nagyon jól néz ki. Velencei tóra egyébként ott a Spár utáni emelkedőt leszámítva egy percet nem lehetett látni semmit belőle. És még nem sokára beérek Székesfehérvárra. Balatonfüred meg 70 km innentől.
Egyébként én ma esti végcélnak ott körülnéztem ki egy helyet. Ott szemben az volt a régi Bringa út. 2007-ben laktam itt, és akkor ott kellett kijönni azon a részen. Most pedig lesz itt valami emelkedő, úgy látszik, és lesz egy alagút is. Szóval kezd alakulni a meleg, most így 8:30 után kicsivel. Igen jó idő van. Ez pedig már Székesfehérvár, Budapest óta a legnagyobb település. Hát itt még a régi Bringa úton, ami annó is volt. És mondok egy számaratot, ott a Észak-Ázajemtől 47,5 kilométert jöttem, meg 45-öt még tegnap. Hát az 92,5 kilométerre van így a kerékpáros ösvényen Fehérvár, tehát azért nyilván hosszabb, mintha hetesen jövünk. Nyilván, hogy a tükörasfalton följöttem Kisfaluttól, sok ezen a szutykon kell itt gurulni, de nem is azt akartam mondani, hogy a nagy kereszteződés, erre kell a videóton felé lemenni, de nem is azt akartam mondani, hanem, hogy itt van a Borivár jobbra a videóton felé. Az egy művészember, aki épített egy, szó szerint egy ilyen várat kell elképzelni, nem látszik innen, de tényleg egy ilyen középkori vár, csak miniatűrbe, és kiállítások és szobrok vannak benne, de nagyon érdekes. Kikerültük a nagy forgalmas utat, nagy bevezető utat, itt az Entai út felé lekanyarodott a jelzés, és akkor valószínűleg itt a Székesfehérvár déli részén kell menni alul. Egy picit ilyen kóvágós, de egyébként az ember követi a nyomot, akkor egész jól el lehet boldogulni. Csacsiságot beszéltem az előbb, mert valóban kivisz a főútról, de kis kitérővel a közkórház felé vissza is hoz. Erre is emlékszem, itt csak arra kitérőre nem emlékeztem, én nem erre jártam régen. De ez itt a főút, és akkor 1,5 kilométer a városközpont. Na aztán most már én is kíváncsi vagyok, hogy bevisz-e oda, vagy azt kikerüli. Milyen jó kis suli, azt a mindenit. Csak ez itt a tipikus lakótelepi része. Nagyon szerettem itt élni. Életem második autóját innen vettem. De gyönyörű idők voltak azok. A mostaniak meg még gyönyörűbbek. Na, aki nagyon éhes, annak itt van KFC. És itt K-1-es nevezettel vannak. K-1-es néven vannak a bringótok, legalábbis ez. Hogyha olyat találsz, akkor az az lesz. És már másodjára is kimerem nagy bátran jelenteni, hogy kikerüljük a városközpontot, mert az arra van. És itt lemegyek a Meki felé. Most már egész biztos, hogy a belváros nem lesz. Na, rúgjatok, most én oda nem fogok be kóvályogni így csomagos biciklivel. Egyébként nagyon szép belvárosa van Fehérvárna. És itt a temetőnél vissza kerékpárút. Ez itt az útesnek egy része közvetlenül, de teljesen jó. Teljesen jó. Az pedig, mint egy stadion lenne. Aha, ott van, hogy MOL Arena sóstó, és erre fogok menni nyugati irányba tovább, illetve most egy picit ilyen délnyugatiba. Ez a Videoton aréna vagy mi. Nyugodjatok meg, nem vettem semmit, de muszáj voltam benézni, az ilyen gyerekkorom időszak, az ilyen zsibogó. Tehát, hogy második világháborús náci sisakon keresztül, hifi tornyon át, meg ruhán át, itt mindent meg tudsz venni, ami létezik, nagyon kemény. Már csak, hogy ezzel is töltsem itt az időt. Végig egy picit kacifántos volt, de egyébként meg lehetett találni, ki van táblázva.
és akkor ez innentől már megint ilyen rendes bicikliút, ez a modernkori, és 28 km Balaton akaratja mindössze. Találtam itt egy frankó cukrászdát, kicsit megálltam frissíteni, meg kávézni, és remekül kihasználtam, hogy szuper mosdó van bent, úgyhogy ezt is elintéztem, meg kicsit megmosakodtam így az éjszaka után. És ennyit meg megért, annyira nem is volt húzós árba, és nagyon jól néz ki, de kettő. Meg volt a presszózás, és még azon kívül, hogy megmosakodtam, kaptam hideg behűtött vizet pluszba, és azt akartam mondani, hogy ott megy ez a nő, ott fut, nem akarok már közelebb menni. Az Fehérvárnak a túlfelén láttam először. És most Kőszárhegyen vagyok. Az úgy megvan, nagyon komoly, és hogy egyáltalán nem fiatal. Ez brutál. Beértem Polgárdiba, ahol épp itt az új óvoda és bölcsőre van, nagyon dizájnos. Egy picit így kikacskaringózok itt a városból. Sokan vagy településben, nem is tudom pontosan mi ez. Volt egy pici ilyen elhagyatott országúti rész, az nem volt valami jó, döcögősebb volt. Közben, hogy látni lehet, már a nap csak nagyon szűrten süt, miközben ez egy nagyon-nagyon kis kedves utca. Megálltam egy szuszanásra Fülén, Polgárdi után van, itt jöttem át az előbb, itt az országút mellett jön az út, ez egy jó kis, hát ilyen sunyi emelkedő, és akkor bejövünk Fülére, itt van leírva, hogy milyen tájházai vannak, milyen történelmi jellegű épületei vannak, és akkor Balaton főkajár lesz majd a következő. És akkor ott ugyanolyan pihenő, amin pihentem, ugye ahol aludtam tegnap este, illetve ma hajnalban, csak egy picit kisebb, ugyanígy kukával, paddal, ugyanilyen töltőkkel van. Tényleg nagyon hangulatos, hát egyre ilyen sötétebb az idő, sajnos ezzel nem tudok mit kezdeni. Közben itt mutatom még, amit akartam az előbb, csak nem mondtam, hogy Polgárditól igen, itt lesz benne egy pici emelkedés. Ez itt nagyon hülyén fog kijönni, mert itt pont meg kell állni a kereszteződésnél, és nekem pont egyetlen egy autó jött is. És akkor itt látszik egy picit zoomolva, hogy már csak ennyi akaratja. Egyébként ez 10 pár kilométer, és akkor nekem itt fog véget érni ez a túra. Egyébként meg innen indultam ma hajnalba. És mondok egy időt, 11 óra lesz, úgyhogy bevásároltam Velencén, aztán valahol itt Szabadbattyán körül meg még beültem egyet cukrászdázni. Itt van ez a történelmi jellegű temploma, illetve itt egy másik ilyen pihenő roller tárolóval. És akkor 9 km már csak a part. Ez a zseniális ez a falu. És hát akkor kedves nézők, az első résznek hamarosan a végére fogunk érni. Ugyanis most a hagyományos tematikától eltekintve a Bubának a végéig fog tartani ez a film. Ez pedig itt Balaton fő kajár. Az előbb azt olvastam, hogy igazából rosszul használják, mert csak kajár. A fő az azért van, mert ez a Balatonnak a széle volt régebben. Csak a török hódoltság alatt elmenekültek, és majd ide épült vissza. Hát percek kérdése, és el fogom érni a Balatont. 11:30 a pontos idő. És hogyha neki indultok, és én egy nap alatt tervezitek, akkor lelkileg fel kell rá készülni, hogy a vége úgy körülbelül Polgárdi utántól azért inkább emelkedik, mint lejteni fog. Folyamatosan, hát mondjuk ez most nem olyan bonyolult, milyen 3%-os, de volt benne ilyen 4-5 egy picit tartósabban is. Most kedves nézők, kértem Balaton szélére, 85 kilométert jöttem ma, 604 méter szintet, illetve 45 kilométert tegnap, azt
350 méter szinten, szóval 130 kilométer lett a nyugati pályaudvar, és olyan 950 méter szintet számolt a navigáció. És akkor én itt ezt a filmet le fogom zárni, ugyanis eddig tartott a buba. Hát nekem a véleményem az, hogy egyáltalán nem egy olyan nehéz, vannak benne itt-ott emelkedők, de hát nem is értem, hogy mit gondolnak azok, akik azt gondolták, hogy ez sík lesz, hiszen a Dunántúli dombságon vezet keresztül, és ennek a nevébe is benne van, hogy ez egy dombság. Alapjába véve elkerüli a forgalmasabb helyeket, nagyon jót lehet rajta kirándulni, nagyon jót lehet beszélgetni, főleg, hogyha ilyen társasággal szerettek biciklizni, akkor mindenképpen jó. Aki sokat edz, annak nem lesz nagy kihívás, aki viszont nem szokott gyakran bringázni, annak azért fel fogja adni a leckét itt-ott. Nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket, találkozunk legközelebb, ahol a Balaton felvidéken tekerünk tovább. Ha tetszett a műsor, a film alatti szuperköszönet gombon keresztül meghívhatsz egy kávéra vagy egy fagylaltra. Ha pedig a csatorna tagságot választod, hamarabb és reklámmentesen érheted el a tartalmaimat. Most pedig nézzük, mi várható a következő részben.